Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Lázár János azt mondta a trafik törvénnyel kapcsolatban, hogy természetesen azt a Fidesz-KDNP szövegezte, és nem a idézőjelbe vett dohány lobby képviselője. Minden esetre a dohányipari céget képviselő ember számítógépéről küldték el a törvénytervezetet, így bukkant rá több kolléga egyáltalán az ő nevére Brüsszelben. Nos, ezzel kapcsolatban a szocialisták úgy látom, hogy nem nyugodtak meg Lázár János válaszától, és azt kérik, hogy a kormány tisztázza magát a dohány botrány alól. Józsa István a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdjük csókolom, jó estét kívánok. Mit tisztázzanak? Hát elmondta Lázár János, hogy ez tulajdonképpen a társadalmi egyeztetés része volt, azért kérte ki a tanácsát. Nem volt társadalmi egyeztetés. Ez a történet kezdettől fogva bűzlik. Tehát a dohányban, cégi már csak olyan. A dohányban nagy dohány van, ebben a Fidesz, mint néhány más dologban is erőszakosan jogszabállyal belenyúlt. Egy nagyon szép álságos címe van, hogy a fiatalkorúak dohányzásának a visszaszorítása. Valójában a piacnak az erőszakos átrendezéséről van szó. A becsléseink szerint 15 ezer munkahely szűnne meg, és kérdés, hogy a fiatalok ettől kevesebbet dohányoznának-e. A másik az, hogy nem felel meg a törvényességi szabályoknak az előkészítése. Február 16-án már kint volt Brüsszelben egy olyan szöveg, ami gyakorlatilag még jogilag nem is létezett, mert február 19-én terjesztette be a parlament elé Lázár János, de amit 20-án fogadott el a parlament. De várj, hát ugye többször érte már az önök részéről az a kritika a kormányt, egy, nem egyeztet senkivel, kettő, miért nem kéri ki az adott törvényekről előre Brüsszel véleményét, akkor sok-sok gondot, bajt meg tudtunk volna előzni. Így van. Hát most egyeztetett, azt mondta Lázár János, hogy a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetségének az elnökét, elnökét, a Dohányipari Szövetség ugye 10 éve ismeri, ugyanennyi ideje kéri ki a véleményét a hódmezővásárhelyi vállalkozónak. Ez a társadalmi egyeztetés része. Igen, ilyen pici kis része. Ez a nevezett vállalkozó oda is költözött hódmezővásárhelyre, hogy közvetlenül, szorosan tudjon egyeztetni Lázár Jánossal. Ez az említett Dohányipari Szövetség többi tagja, van még ezen kívül, az említetten kívül 4 vagy 3, azok tiltakoztak, hogy semmi közük ehhez az egészhez. A szövetségnek tagja. A szövetségnek tagja, tehát a szövetségnek egyetlen egy tagja volt érintve ebben magánszemélyként, ebben az úgynevezett egyeztetésben. Az összes többi tagja a mai nap egy nyilatkozatot adott ki, hogy az egészhez semmi közük, és elhatárolódnak az egész folyamattól. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon helyesen teszik, ez egy ilyen mutyigyanús ügy. Tehát én 2 miniszterhez intéztem ma levelet, 7-7 kérdéssel, a nemzetgazdasági miniszterhez és a külügyminiszterhez. Na hozzá például miért? Tehát Martonyi Jánostól mit ők akar? Küldték ki, ők küldték ki február 16-án Brüsszelben, ott a brüsszeli dokumentumok alapján egy olyan név található rajta, aki főtanácsadó a külügyminisztériumba, de nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatban van azzal az említett személlyel, akinek a neve szerzőként szerepel ezen a fájl dokumentumon. Hát Lázár János neve. Tehát Senta Jánosnak hívják, ez nem titok. Hát ő nyilatkozott is, igen. Hát most itt nem kell félni, hogy jaj, igen, jaj, én csak kérdeztem, hogy ki lehet a Sánta János. Dolgozik-e ilyen nevű ember a minisztériumban? Mi ezt kérdeztük. Nem, tehát ő a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetségének az elnöke. Hát elvileg lehet egy másik Sánta János is, aki megírta a minisztériumba munkaköri kötelességeként. Én jó hiszemű vagyok. De Sánta János elismerte, tehát újságíró kollégák kérdezték, mondta, hogy persze volt egyeztetés, de hát egyáltalán nem felelt meg nekik az, amit a kormány aztán készre csinált ezzel a törvénnyel kapcsolatban, de látott bizonyos iratokat az egyeztetés részeként, tehát hogy ez nem ellenezhető, hanem pont támogatható, nem? Mi pont ezt szeretnénk, hogy a dokumentumok részletes feltárásával, a kérdéseinkre adott válaszokkal a kormány tisztázza magát. A jelenlegi helyzet nem megnyugtató, itt azért egy több 10 milliárdos piacnak az átrendezéséről van szó, erőszakos átrendezéséről van szó. Azt mondja erre Lázár János, hogy a magyar vállalkozókat akarja helyzetbe hozni, ezt az MSZP is támogatja, hozzuk helyzetbe
a magyar vállalkozókat, de átlátható, transzparens módon. De most ennek ne az úgy, egész javaslatnak mi egy a lényege? Lobbista megbeszélni. Ugye ez a trafiktörvény az úgy került be egy a köztudatba, hogy majd a cigaretta kereskedelem az állami monopóliummá válik, tehát ki lesznek jelölve trafikok, ahol dohány terméket lehet kapni. És ott kötelező jelleggel meg kell jeleníteni ennek a Continental nevű dohánygyárnak a termékeit is. Tehát a Continental úgy kerül be a képbe, hogy ő szeretne nagyobb piaci részesedést elérni, ami teljesen rendjén van, helyén van, csak nem tartjuk társadalmi egyeztetésnek, és nem tartjuk törvény előkészítésnek azt, amikor egyetlen lobbista ír meg egy olyan törvényt, ami egy egész iparágat átrendez. Azt is mondta Lázár János, hogy eredetileg is azt szerette volna, hogy a jogszabály megalkotásában legyen szerepe a Continentalnak, mivel egy magyar dohánygyártóról van szó. Annyira sikerült, hogy konkrétan a Continental vezetője Sánta János írta meg, az ő neve szerepel a fájlokon szerzőként, ez jutott el egészen Brüsszelig. Úgyhogy ez nagyon jól sikerült. És egyébként arról most tudunk valamit, mert tehát nem véletlenül utaltam vissza arra, hogy önök olyan sokszor nehezményezték azt, hogy miért nem kérdezte, vagy kérte ki Brüsszel tanácsát egy adott törvénnyel kapcsolatban a magyar kormány, hogy most ez, ami kikerült Brüsszelbe, ez azzal a céllal került ki, hogy tessék már ezt megnézni. Ezt még a mi országgyűlésünk nem látta, de tessenek átolvasni, hogy ez így eurokonforme, megfelelünk-e minden általunk vállalt kötelezettségnek, és akkor tessenek szólni, hogy ne utólag legyen baj, és akkor majd jól a parlament elé terjesztjük. Ez így nagyon szép lenne, de nem ez történt. Nem ez történt. Brüsszelbe ez úgy érkezett, mint egy végleges törvényi szöveg. Tehát a kocsi megkerülte a lovat. Van olyan forma, olyan konzultációs, előzetes egyeztetésű forma is, amit ön mond, de én tudomásom szerint ez nem ebbe a kategóriában érkezett, és ezért tettük föl a kérdést a külügyminisztériumnak, hogy tisztázza, hogy milyen minőségben küldték el hamarabb, mint a parlamenti döntést, február 16-án ezt az iratot, amin a Sáta úr szerepel szerzőként. És ezt úgy küldték el, hogy itt van ez a törvény, és mint ahogy gondolom, minden törvényt elküldünk tájékoztató jelleggel, tehát ezt is úgy elküldtük, hogy mi akkor... erre kérünk hivatalos választ a külügyminisztériumtól, mert ettől függ az esetnek a minősítése. Én most nem akarok véleményt formálni ebbe, mondják el, hogy milyen minőségbe küldték el. Na de hát látta valaki? Hát azért dolgoznak magyar emberek Brüsszelben, tehát... Dolgoznak. Hogy... Tehát azt, hogy érkezett, milyen fejléccel érkezett? Azt vélelmezik, hogy ez idő előtt érkezett, tehát gyakorlatilag egy jogilag még nem létező dokumentum, mert jogilag 19-től létezik, amikor Lázár János beadta a parlamenthez, attól kezdve létezik jogilag, mint beadvány, azt megelőzően jogi státusz nélkül érkezett, meg minthogyha már ez a magyar parlament véleménye lenne. Tehát a magyar parlament véleményeként érkezett meg. Igen, és hát szó valaki szerint egyezik is. Elgépelte a címet, tehát lehet, hogy azt akarta, hogy Lázár, pont János, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos botrány. Ez alkalmas arra, hogy a bizalmat tovább rontsa. Tehát Orbán Viktor kért egyszer szankciót Magyarország ellen, és most nagyon sérelmes mindenkinek, hogy megkapta a múlt héten, legalábbis kilátásba helyezte az Unió 13-tól ezt a bizonyos szankciót, de azért szögezzük le, ezt a szankciót először Orbán Viktor kérte a szocialista kormány ellen, de Magyarország ellen. Hát Magyarország ellen kérte akkor is. És most csodálkozik, hogy dolgozott másfél évet keményen, és megkapta ezt a szankcióval való fenyegetést. Mi nagyon reméljük, hogy tanul az esetből, és ebből is, hogy nem szabad így törvényt előkészíteni, nem szabad így lobbizni, itt nagyon kilóg a lóláb. Na, én azt mondtam itt az adás elején, hogy akár most is dönthet az országgyűlés arról, hogy feláll-e a Malév bizottság, a Malév privatizációját, működését, meg nem tudom, és legfőképpen Oszkó Pétert vizsgáló bizottság, mert ő külön szerepel a felsorolásban. Persze. De ez még csak a részletes vita, tehát ez még hosszú. Ezt a eleve egy koncepciós előterjesztés, mert leszűkíti a vizsgálatot, nem a csődbe menetel körülményét akarja vizsgálni, hanem egy korábbi időszakot. Hát ez egy más történet.
Mi hát vezetett persze, a csődig, és akkor az, van egy vonal. Mi azt mondjuk, hogy az már kielégítő lenne a számunkra is, hogy mi vezetett a csődhöz, mert az azt jelenti, hogy 2002-től 2012-ig ez a vizsgálóbizottság megnézi, hogy mi történt. Mert a csődhöz azért az utolsó másfél év vezetett, sőt, konkrétan az utolsó 2 hónap. Nem volt még az elmúlt 20 évben olyan, hogy kormány stratégiai céget engedett volna csődbe menni. Tehát ez most fordul elő először, mi azt mondjuk, hogy ezt meg kell vizsgálni. És akkor most mit csináltak ma? Egyáltalán vitáztak már róla? Ma elkezdődött a vita, ugyanis egy héttel ezelőtt mi derekasan részt vettünk a parlament vitájában, és vártuk, hogy kedden éjfél körül, akkor került sorra a Malév Vizsgálóbizottsági előterjesztés, megjelenik az előterjesztő Budai Gyula, de nem jelent meg. Úgyhogy a többi képviselő, aki ott ezt a napirendet várta, csak nézte, hogy mi fog történni. Tehát azért nem tudtak erről vitázni, mert maga az előterjesztő Budai Gyula nem jelent meg. Nem terjesztette elő. Nem volt ott, nem terjesztette elő. Elfogadott napirendje volt a háznak. A házelnök tartott 5 perc szünetet, az előtt nem került elő. Következik a következő napirend, és egy hét múlva újra napirendjére vette a ház. Ez most zajlik, most megy ez a vita. Ja, tudom, hogy ez most az ügy meg a Malév létéhez nem tartozik hozzá, de egyébként ez egy bevett gyakorlat, hogy valaki előterjeszt valamit, ő az előterjesztő, és amikor odaérkeznek, hogy ez most délelőtt 10 óra vagy éjszaka, mint hajnali 2 óra, az mindegy is, de hogy nincs meg az előterjesztő, és hogy hát kéne már vitázni, de nincs itt az, és akkor elkezdik keresni, tehát ilyen szokott lenni. Nem. Példátlan eset szól, ez skandallum, ez a parlament olyan mértékű lenézése, lebecsülése a parlamenti munkának a lekezelése, szóval ilyen még nem volt, hogy előterjesztő hiányába ne történjen meg. De ma már ott van? Ma már ott van, előterjesztette, teljesen érthetetlen volt, még a leírt szöveget is nehezen adta elő, és most zajlik az általános vita, egy hét múlva lesz a részletes vita, 2 hét múlva lehet róla döntés, és addigra gyakorlatilag el fog múlni a lehetősége annak, hogy üzleti körülmények között újra lehessen indítani a Malévet, amit mi szorgalmaztunk, hogy minél előbb meg kellene tenni. De ez a bizottság nem is azt vizsgálja, hogy milyen üzleti ez a probléma vele, hogy gyakorlatilag ez a Fidesz kormány szabadította meg az országot a Nemzeti Légitársaságtól. Na, mindjárt megkérdezem, hogy az LMP-sek mit gondolnak erről a vizsgálóbizottságról. Önnek köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, kezdjük sokkal.